az azt mások Mekkája. Így is hívják Velemet, ezt a kis falut a Kőszegi hegység lábánál, de nem csak a friss levegőre vágyóknak érdemes ide ellátogatni, hanem mindenkinek, aki szeret kirándulni, szereti a régi vízimalmokat, vagy esetleg szívesen kipróbálná a népi mesterségeket. Velem Magyarország nyugati határán a Kőszegi hegység lábainál fekszik, Kőszegtől 8 kilométerre. Valaha vár állt itt, melynek ma már csak nyomai maradtak a hegy tetején álló Szent Vid templom falaiba épülve. Velem már a 30-as évektől felkapott üdülőfalu volt, épült itt strandfürdő, gyermeküdülő, melyből ugyan ma már semmi sincs, viszont van helyette más. Vízimalom, népi mesterségek és vendégszerető lakosok, mint például Rusznyák Károlyné, akit a falu főutcáján csíptünk el egy beszélgetésre. Most érkeztünk Velembe, több dolog kiderült, mert egy, hogy gyönyörű a falu, és hogy nagyon jó a levegő, de azt is tudom, hogy Velem gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Igen, az ásatások alapján vaskori, bronzkori és keltakori települések voltak itt, amik feltárásra kerültek. Ezek jelenleg nem láthatók csak képes anyagon, de maga a falu önmagába a klímája és az emberek, meg a gesztenyéje az, ami mérvadó, ami híressé teszi a mi falunkat. Tudni kell róla, hogy nagyon kis létszámú település. 320-330 között változik a lélekszám. Ennek csak egy része őslakos, nagyon sok a bevándorló. Például Törőcsik Mari. Például Törőcsik Mari, aki a falu szülöttének vallja már magát. Én elmondhatom, hogy én igaziból a falu szülötte vagyok, én velemi születésű vagyok, és erre rendkívül büszke vagyok. És nagyon sok gyerekkori emlékem van erről a jellegzetes faluról. Ugye mindenki egy kicsit elfogult a saját településével és az embereivel kapcsolatban, de én úgy érzem, hogy ezek az emberek egy kicsit mások. Jó napot kívánok! Ez a gyertyaöntés mestersége? Nem, ez gyertyamártás. Igen, az öntés az pont, hogy felülről van, ez meg alulról, ugye? Igen. Hányszor kell ezt megtekerni, ezt, hogy hát 60-szor van belemártva. Tehát, és hány darab gyertya készül? 16. Tehát 60-szor 16-szor kell mártogatni. Igen. Hogy hány? 16 darab. 16 darab. És ez mennyi idő? Hát az 2-3 óra, attól függ, hogy milyen idő van. És megéri ez a pepecselés? Hát ez hobbi szinte, és bemutató, hogy hát ugye az emberek... Régen így készült a gyertya. Igen, az emberek már felejtették. A hű hatása már másképp érvényesül a szomszédban, ahol egyenesből görbét, görbéből laposat, laposból gömbölyűt varázsol vértes Ernő Kovács. Jó napot kívánok! Mi készül itt? Egy gombos szeg. Ez lesz az kürtös kalácssütőnek az egyik végére szerelve. A kürtös kalácssütőt is maga csinálja? Igen. A fát megfaragják az asztalosok? Nem, azt is én csinálom. Az esztergályozással készül, de az asztalosok is meg tudják csinálni, ha nagyon akarják. És kitől tanulták? A kovácsolást én. Igen. Én 1954 és 58 között Szombathelyen a Latinka Sándor gépipari technikumban tanultam. Tehát ott rendesen ezt tanították? Rendesen, így van. Akkor még rendesen. Most már nem tanítanak kovácsolni ott se, a kovácsműhely is megszűnt. Én még olyan kovácsoktól tanultam, akinek még a déd nagyapja is kovács volt.